Continues. Annyi mindent nem éreztem még, annyi tempó, téma meg klasszabbi van, annyi mindenem mentem keresztül, pont, hogy megtanultam értékelni azt, ami van. Körülbelül egy fél éve alakult meg a zenekarunk, és ugye most már egy öttagú formációról beszélünk, nem csak a én kis agymenéseim, hanem akkor ez egy ilyen csapatmunka, és Péter Filili a énekesünk, és ő is emszizik velem így a színpadon egyszerre, úgyhogy most már úgy írogatjuk a dalokat, hogy mindenkinek legyen kis tere benne. Annyi minden várják még, annyi minden tég, kimondtam, s tettem volna, annyi mindent feledni. A Fertőtónak a határon túli részén csináltuk ezt, és 2-3 napig hédereltünk ott. Ez pont a nyár végén készült, szerintem az utolsó napsugarakat gyűjtöttük be, és pont elkaptuk a legjobb időt erre. Úgyhogy igen, nyár vége tavaly. Annyi lehetőség, ha figyelsz, szól már bukások után, hogy menni arra ismerjek annyi zenében. Annyira ez késő, mert csak egynek engedhetném, hogy magamra ismerjek benne. A lemezről így nagyon spoilerezni nem szeretnék feltétlenül, az biztos, hogy nagyon változatos lesz, ugyanúgy, mint a előző mondjuk, hogy mindenféle dal van rajta. Szóval a nagyon durva, pörgetős őrültségtől az ilyen könnyedebb témák is, úgyhogy fordulatos lesz, ez biztos. És esetleg aki, mert nyilván én is visszaolvastam a hozzászólásokat, vagy hogy mi van, én ennél egy sokkal negatívabb reakcióra számítottam, hogy akkor ez egy ilyen nagyon könnyed, de elment popos irányba, ez is olyan, mint a punani ilyesmikre. És közben nem, nagyon szeretik, csak vannak nyilván, akik jogosan félnek attól, hogy akkor ez egy ilyen nagyon leeresztett dolog lesz, és mi is meglovagoljuk azt a trendet, ami most így megy, hogy ez a zenekaros tingli-tangli zene, pedig, még kijön egy-két szám, és le fog mindenkinek a feje szakadni. Én abszolút úgy látom, hogy a most a rap az megint egy ilyen nagyon menő dolog lett. Nem feltétlenül az, hogy hip-hop szám, vagy ilyen nagyon rap bólogatós zene legyen, hanem mondjuk akár egy pop zenében, vagy bármiben egy rap betét van. És ez most így egyre jobban teret kap rádiókban, tévékben, mindenhol, és ezáltal így kezd az egész úgy felfele jönni. És én ennek nagyon örülök, függetlenül attól, hogy egy-két zene olyan, hogy... Na kezdhetjük! Hadd szóljon! Jó! 220 felett úgy járom az ütemeket, annak nincsen pár. Ja, nincsen a sok gagyi, le úgysem halad előre, ki mit sem vár. Figyelj, kicsi csívít, aki csedet elcsicsikálj, mondd neked, hogy rövidítsem már, hogy csíp, de nem olcsó csítel, csal a szám csicserek, ha nincs bilincsben bár. Biztos, hogy lesz olyan, amikor csinálok ugyanolyan régebbi feelingű számokat, de nyilván most a zenekar az elsődleges projekt, úgyhogy egyelőre ezt gyúrogatjuk, most így a nyára készülünk, és így is épül fel a mostani lemezünk. De közben persze járkálok MC-zni, megcsinálgatni feat-eket, ilyen olyan közreműködéseket ugyanúgy.